Az volt az álmuk, hogy a csillag születik színpadán felfigyeljen rájuk az ország. Meglóduljon karrierjük, és a show végére nagy rajongótábor és népszerűség övezze őket. A legtöbben Puzsér Róberttől tartottak, és kiderült aztán, hogy nem is alaptalanul, ő ugyanis nem rejtette véka alá a véleményét. Így pedig, még hogyha nagy feltűnést is okoztak, a nagy áttörésre várniuk kell, már hogyha ezek után egyáltalán tervezik, hogy visszatérnek az oroszlán barlangjába. Jaj, cica, eszem azt a csöpp, kis szád. Hogy milyen állat jut eszembe az operetről? Nélküled még a mennyország is fád. Cica és a ló. Meg a Puzsér. Az én véleményem az operetről az, hogy nem képvisel saját értéket. Kezdjük Kunszentmiklósi hőssel a legkritizáltabb versenyzők mustráját. Azt gondolom, hogy a mézes kalács embereknek a tükrös szívecske mellett van a helyük a vásárban, és nem a színpadon. Igazgatónőhöz jöttem. Bent van? Kiderül mindjárt, mit keres Horváth Balázs operettének a református gimnázium igazgatójánál. A lábemelgetéséről ismert táncos komikust a szívből jött előadásról. Nagyon hálás vagyok, hogy nem adtad elő jól. Sokkal jobb hangulatú nemet tudok mondani rá. Vagy a kemény kritikáról is megjegyezhették. Én is nemet mondok. Mi a kedvenc műfaja? Rock? Operett talán. Fizika órára menet kiderül, a kortársait nem frusztrálja, amit csinál. Ez egyszer 19-en Zsolt. A fizika tanárnő szerint is egyértelműen tehetséges. Van érzéke a fizikához? Hát az... Inkább az énekléshez. Szia! Jézusba hót vagyok, téged hogy hívnak? Hogy miben tehetséges, azt Puzsér szerint sok versenyző rosszul ítéli meg. Ez egy vásári mutatvány, és annak oké. És nagyon sok sikert kívánok ott is, ahol ennek a helye van. Jövő héten mi lesz? Gézu 1972 óta bohóckodik. Érezte, hogy gyerekzsűrivel nagyobb sikere lett volna, de tehetségesnek tartja magát. Húsvét, bizony, és egy nyuszika lesz, jó? Egy gyönyörű szép nyuszika, hajtogatja Gézukat. Sajátjával szemben hiányolja Puzsér Róbert képesítését. A zsörtölődésem csak abból van, hogy annyi köze van ehhez az egészhez, mint nekem a baletthoz. Én tudom, hogy nem tudok balettozni, nem is fogok balettozni. Hogy hívják ezt a szerkezetet? Ez valami inga. Newton. Newton. Balázs énekesi elhivatottság a sajátos módokon talál kiutat. Jaj, cica, eszem azt a cső, kiszáll. Nélküled még a... Puzsér Róbertnek ez biztosan nem tetszene. Ő nem dobálózik szavakkal. Egyedül oda, nem hagylak el, nem én soha. Ez miről szól? Balázs erre csak azt tudja mondani, amit foci közben is érez. Magamat adom. Mindig próbálom magamat adni, aztán... Támadás. Balázs! Igen. Igen, ez ilyen stílusa. Még két fellépő, akik kiverték a biztosítékot a kritikus áramköreiben. Mi volt ez a pusztító alpáriság? Mi volt ez? Hogy fordulhatott ez elő? A 80, illetve a 62 éves férfi elfogadta a kritikát, de csak nevetett rajta. Az uraknak van ugyan becsületes foglalkozása, de bevétele az nincs belőle. Bútorjavításokkal foglalkozok, de nagyon kevés az ilyen munka, de... Magának mi a civil foglalkozásom? Hát én voltam eladótól kezdve, ügyvezetőtől végig, ellenőrtől, sok mindenben. Nagyon szép, nagyon szép, olyan kicsi csillag. Legutóbb Soroksáron voltunk. Nagy öröm helyen fogadtam. Beszeretném jelenteni, pénteken éneklek két számot. Kiderül, Balázs legközelebb a gimnáziumában lép fel. Ahogy kritikusa, úgy minden műfajnak megvan, tehát a közönsége is. Igazgatónő szereti az operetteket? Hát, az, hogy szeretem, én ezt a műfajt is kedvelem.
Miután majdnem autogramot ad az igazgatónőnek, Balázs is üzen egyet Puzsér Robinak. Puzsérnak is üzenném, hogy az operett az Hungarikum. Akit Puzsér kiejt, valószínűleg dupla energiákkal küzd majd a frontális kritika ellen a továbbiakban is. Mozdul az állóvíz, működik a kritika, és egyre többen akadnak fenn a rostán. Megpróbálták, nem sikerült nekik. A Csillag születik most következő indulói mégis sok szórakoztató, meghökkentő vagy épp kínos pillanatot okoztak, amelyek miatt valószínűleg még sokáig fogunk emlékezni rájuk. Persze, lehet, hogy pont ez volt a cél. Puzsér Róberttel minden esetre újra néztük a felvételeket. A legszigorúbb zsűritag szerint nagy bátorság volt kiállniuk a színpadra. Legalább annyi esélyük volt a túlélésre, mint annak, aki fejest ugrik egy üres medencébe. Jézus Isten. Mi adtuk a második esélyt. Akartuk látni, biztos-e? Főző János vagyok, a Keskebíg, a kérem szépen, hogy megmondom őszintén, hogy showmannek titulálom magam. Hogy ez, és ez nem egészen stimmel. Puzsér Robi szerint sem a tükör a görbe. Önképzavaros fiataloknak a tömegeiről beszélünk, és felmerül, hogy esetleg nem is ők az első számú felelősei ennek. A környezetük nyilvánvalóan túlságosan karizmátlan ahhoz, hogy a szemükbe mondja azt, hogy a teljesítményük az nagyon kevés. Kameránknak még többet mutattak, mint a színpadon. Sziasztok! A Miskolci Gergő 17 éves és a szívhez szóló zenét szereti. Énekelni is. Otthon néha dalolgat, foci közben barátainak. A vitriolos kritikus szerint egyrészt az ilyen szűk értelemben vett közönség felel az önképéért. Egy irreális önbizalommal elénekel egy számot rosszul, vagy előad egy produkciót minősíthetetlen módon. Vagy elő sem ad, inkább lesiet a színpadról, pedig Gergő tud, ha akar. Mármint egy helyben maradni, de ez ma nem biztos, hogy elég. Biancára füttyögnek iskolatársai. A lány fülhallgatós kivitelű álma után megy, már ha működik a füles. A szombati nyitószám akkor aktiválta a Puzsérféle karizma jelenséget. Nem érdemes fülhallgatóval a füledben énekelni. A metrón se csináld. A cukrász növendék palacsinta tésztát kever, de nem áll össze, ahogyan a kép sem. Bianca tudja, hogy nem jó, de jelentkezett az X-faktorba is. Mutatták, hogy lesz, és akkor mondtam, hogy elmegyek hátha. Oké, és kik az idoljaid, kik a példaképeid? Miley Cyrus. Fülhallgató nélkül bátrabb, mint a színpadon volt, de a családból csak kisöccsének mer énekelni. Richie a legelnézőbb vele. Bár a lány még saját magát is eltanácsolná. Most nem megy ez a rész. A baj az, hogy példaképnek egy mások által kitalált tömegterméket választott. A kritikus szerint, akinek 2012-ben 150 millióan nézik meg egy klipjét, miközben kevés saját számot ír vagy énekel, az gyanúsan mulandó. Itt az önképzavar az irreális visszajelzésekből fakad, másrészt pedig az irreális idolokból fakad. Ezek az idolok nem valóságosak. Ez azt jelenti, hogy műanyagból fröccsöntött idoljaik vannak ezeknek a kis sztárocskáknak. Puzsér ellenpéldái Björk, a Radiohead vagy a Gorillaz olyan előadók, akiknek saját víziója lett világhíres. Kecskedik a felmászott a fűszfára. Bár a Kecskebékában bujkál valamiféle vízió, ettől azért még lehet nagyon rossz komikus. Megjöttem úszni, nem érdekel, kérem, lejeket enni. Azt is szereted meg a főtt tojás, meg ne lássam ma azt a gólyát. Robi annyira elítéli az irreális megerősítést, hogy még akkor sem elnéző, ha a zsűri lát valami pozitívat egy-egy versenyzőben. Nagyon jól szórakoztam. Mi volt ez a förtelmes szégyentelenkedés, amit itt előadtál? Ez valami minősíthetetlen volt, ne haragudjál. Amikor eljön az igazság pillanata, akkor ez egy kegyelmi pillanat. És meg kell tisztelni a pillanatot az igazsággal. És azt kell mondani, hogy ez hitvány volt. Fogalma sincs, holnap kivádolhatja őt személyeskedéssel, de azt hozzáfűzi, bár a tükröt a produkciónak tartja. Abban néha meglátszik az ember is.